Különleges élményben lehetett részük az elítélteknek, a közelgő ünnep alkalmából a vezetőség zenével ajándékozta meg őket. A Kolombra Band zenéje szakította ki a fogvatartottakat a szürke hétköznapokból. A zene mindenkié, fogalmazott Várai László. A zenekarból volt, aki sokat szorra tért vissza a börtönbe játszani, az énekes viszont most lépett itt fel először. Ugyanazt látom, hogy mint bárhol máshol koncerteken reagálnak a szövegekre, ugyanott nevetnek, a csibészségek, a poénok bejönnek, működnek, de tudom, hogy itt sokkal többet jelent itt hallgatni, vagyis hát nem tudom, csak próbálom beleképzelni magam, úgyhogy azért is olyan dalokat hoztam, amik fölfelé beszélnek. Az ünnepek közelette, a karácsonyi időszak különösen nehéz a rabok számára, ezért fontos, hogy hasonló programokat szervezzenek nekik, mondta a börtön lelkész. Sok olyan ember van, akinek még olyan gondolatok is megfordulnak a fejükbe, hogy akár az életüket is eldobják. És hát úgy gondolom, hogy én lelkészként és a zenészurak zenészként ugyanazért az egy célért dolgozunk, azért, hogy ezeknek az embereknek egy kicsit ezt az elnehezedő szívét, elnehezülő és összefacsarodó szívét megpróbáljuk egy kicsit könnyebbé tenni. Az ige hirdetés a lelkésznél ugyanazt szolgálja, mint amit a zene szolgál itt, amit most hallottunk. Mindenki ilyenkor egy kicsit egyedül érzi magát szerintem. Össze vagyunk zárva, de mégis mindenki magányos. És egy-egy alkalom, ami ilyenkor egy kicsit oldja ezeket a feszültségeket az emberben, mint például a zenehallgatás, vagy egy-egy érdekes riport, vagy vendég, aki ilyenkor megjelenik, szerintem ez mind-mind a javunkra válhat. Ilyenkor könnyebben megtalálhatjuk a békét és a nyugalmat, ami itt talán a legfontosabb. A fogvatartottak remélik, hogy eljut a vezetőséghez, hogy milyen jól érezték magukat, és a közeljövőben is lesz lehetőségük hasonló programon részt venni.